Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez a Napra kész, a Szolnok Televízió közéleti magazinja. Két esztendővel ezelőtt Szolnokról indult az Üzenet Táncszínház, és az ORFK együttműködésében az Üzenet a biztonságért bűn és bűnmegelőzési kampány. Az idei évet szolnoki fellépéssel zárták a lányok. Köszöntöm a stúdióban Szejvold Andrát, a New Step Fitness Tánc stúdió elnökét, valamint az egyik fellépőt, Molnár Dorinát. Szervusztok, köszöntelek titeket. Hát még mielőtt beszélgetnénk erről a bizonyos kampányról és arról, hogy hogyan épül fel egy ilyen előadás, egy picit menjünk vissza a múltba, mert bár titeket itt Szolnokon azért mindenki ismert, de mondjuk azt, hogy az országos ismertséget egy tehetségkutató programon keresztül sikerült elérni. Hogyan emlékeztek vissza ezekre az időszakokra? Készített a lányom Sántalán egy videót, aminek az volt a cím, hogy egy üzenet. Ezt meglátták a tévében, amikor elindult ez a tehetségkutató műsor, és annyira megtetszett nekik, hogy felhívtak bennünket, mit szólnánk hozzá, hogyha elmennénk ezzel, és elindulnánk ezzel ezen a kis versenyen. Tulajdonképpen innen, és ezzel egy időben ugyanúgy ezt a videót meglátta az ORFK is, és onnan is felkértek bennünket, vagy felkerestek, hogy ez milyen jó, tehát hogy tetszik, hogy ezzel kellene valamit kezdeni. De mivel egyszerre jött ez a két dolog, akkor először végigmentünk ezen a tehetségkutatón, ott a döntőig bejutottunk, és utána pedig hozzáfogtunk, amikor egy kis hírnévre is már sikerült szertenni, akkor belefogtunk ebbe a második. Erről is mindjárt beszélgetni fogunk egy kicsit részletesebben, de hát azért maradjunk még egy picit ennél a bizonyos tehetségkutatón, ami ugye az országos hírnevet is eredményezte. Mindezt te belülről hogy élted át onnan a színpadról? Hát iszonyúan nehéz volt, mivel ugye nem egy olyan témával indultunk, mint általában az ilyen tehetségkutatókon felszoktak lépni a gyerekek vagy az emberek. Tehát nagyon komoly témával mentünk oda, és ezért nagyon féltünk attól, hogy hogy fognak erre reagálni, hogy úgymond ilyen fiatal gyerekek próbálnak üzenetet átadni a világnak, és ezért nagyon féltünk, de szerencsére pozitív visszajelzést kaptunk csak. Ez akkor mondhatjuk, hogy számodra is, számotokra is egy meglepetés volt, hogy ilyen volt a fogadtatás? Egyáltalán hogyan fogadtátok ti a fogadtatást? Hát nagyon meglepődtünk, hogy mindig, amikor felléptünk, akkor ugye, hogy vége van a produkciónak, általában az emberek tapsolnak, de itt mindig van hatásszünet. Van, hogy az edzőink szoktak tapsolni, mert egyszerűen az emberek nem. Tehát meglátják az előadást, végignézik, és nem tudnak kapcsolni utána, hogy ez most mi van, és ez nekünk nagyon jó érzés, hogy így el tudnak merülni abban, amit mi átadunk nekik. Ti is el tudtok ebbe merülni egyébként ott a színpadon? Mert nyilván ott azért figyelni kell a mozdulatokra is, de az magára az üzenetre mennyire tudtak figyelni? Úgy lehet jól átadni egy üzenetet, hogyha te magad is beleéled magad, és ez szerencsére nekünk már nagyon jól megy. Nem volt egyébként ez egy nagy vállalás, hogy mondjuk úgy, hogy a fiatalabb korosztállyal kell egy üzenetet átadni szintén a fiatal korosztálynak? Azzal a korosztállyal, akinek egyébként is szólna? Meglepő, hogy mennyire nyitottak voltak rá a gyerekek. Tehát annyira szeretik, és annyira élvezték ezt, amit csinálnak, de szerintem ez le is jött itt az előadás során, hogy az arcukon van, és ugye Dorina már a legnagyobbak közé tartozik, de a pici lányok, tehát akiket beveszünk a csapatba, olyan szinten élik ezt a helyzetet, és büszkék arra, hogy ők ezt el tudják játszani, mernek most már játszani, és ők tanítanak náluk nagyobbakat. Akkor mondhatjuk azt is, hogy a korosztály eloszlás is teljesen eltérő a lányok között. Hogyan állt össze ez a csapat, hogyan verbúválódott össze ez a csapat? Ugye, amikor a tehetségkutatón elindultunk, akkor 6 lány, az közel egy korosztály volt, de ők meg növekednek, nőnek, aztán előbb-utóbb nekik más is az érdeklődési körükbe bekerül, és akkor többen abba hagyják, tehát megtudtuk, hogy ez a 6 személy kevés. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan lehet ez, meg amikor ugye megjött ez a felkérés, és elkezdtünk gondolkozni, hogy mit is szeretnénk táncolni, mit szeretnénk mutatni, akkor először a nagyokban gondolkodtunk. És bevettünk egy pici lányt, igazából csak szituációkban. Egyszerűen olyan szinten kiemelték a kislányt bárhova mentünk, hogy rájöttünk, hogy muszáj kisebbeket is bevonni, mert talán még hatásosabb, amit előad. Tehát ez, amit egy kislány közvetít, egy pici lány arcára rá van írva, talán még jobban megfogja az embereket. És ezért vegyítettük a korosztályt. És hát így mondjuk úgy, hogy rangidősként, az egyik rangidősként, hogyan tudjátok a színpadon segíteni ezeket a fiatalokat, a sokkal fiatalabbakat, mert nyilvánvalóan ők még egy kicsit máshogy állhatnak hozzá a szerepléshez, a színpadhoz, egyáltalán az egész előadáshoz. Hát igazából mindig mondják az edzők, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy mit hogy csinálunk, mert a kicsik felnéznek ránk, és ezt
Én a mai napig nehezen hittem el, de amikor egy-egy előadás előtt vagy után odajönnek hozzád és megölelnek, és elmondják, hogy mennyire ügyes voltál, tehát ez iszonyúan jól esik az embernek, és ott tényleg észreveszed, hogy figyelnek rád. És akkor te is jobban teljesítesz, és ezáltal segíted őket, folyamatosan kíséred és figyeled, de szerencsére nagyon ügyesek a picik, tehát nem kell őket úgymond kísérgetni, nagyon hamar felnőnek ez a feladathoz. Mondhatjuk azt, hogy egyfajta példaképek vagytok ti számukra? Igen, azok. Viszont a példaképnek lenni természetesen jó dolog, de óriási felelősséggel is jár. Ezt próbáljuk nekik mondani, hogy nagyon nagy felelősség van rajtuk, mert nagyon fölnéznek a kicsik rájuk. Nagyon. Hál' Istennek, ami szerintem jó, mert ők jó példát mutatnak. Büszkék is vagyunk a nagylányainkra, és jó példával járnak a kicsik előtt. Hogyan tudjátok ezt kezelni? Hát elég nehéz. Mondtam már ugye, hogy nem tudjuk a mai napig úgymond. Én nem tudom felfogni, hogy amikor mondják, hogy felnéznek rád, de igen, felnéznek. És ezt így nehéz elfogadni, hogy rám, hiszen úgymond még én is gyerek vagyok. És így tényleg nehéz, ahogy egy kislány felnéz rám, minden előadás előtt odajön. Nehéz. De hát nyilván ebben rejlik az egész csapatnak a varázsa is. Igen, mennyire volt egyébként zsúfolt a naptár? Hogyan alakultak a fellépések ebben a naptári esztendőben? Hát próbáljuk ezt lekorlátozni, hogy egy hónapban egy nap. Ugyanis ezek a fellépések iskolaidőben vannak. Ez az egyik legfőbb probléma, a hiányzás. Ugye ilyenkor ezek a gyerekek korán reggel felülünk a buszra, és este jövünk haza. Tehát ezért ilyenkor próbáljuk ezt betartani, hogy egy hónapban egyszer. De mikor ugye jön egy felkérés, hogy de hát úgy szeretnék, próbáljuk már meg, tegyük már, valahogy szorítsunk már be, akkor általában akkor megpróbáljuk, mert végül is tényleg valami hasznosat teszünk, és én nagyon hálás vagyok a szülőknek, a tanároknak, hogy ilyen szinten támogatnak bennünket, hogy nem azt halljuk, hogy ú, nem már, meg megint hiányoznak, hanem nem, jó, menjünk, csináljuk, mert tényleg egy olyan dolgot közvetítünk, aminek van értelme. És hát mondjuk úgy, hogy azért az országos nyilvánosság előtt történnek ezek, ami azt is feltételezi, hogy ennek precízen működnie is kell, ez meg nyilván azt feltételezi, hogy sokat kell gyakorolni. De hát itt van a másik része a dolognak, amiről beszéltünk, hogy hát iskola mellett történik mindez. Nektek meg a tanulás is ott van ráadásul, amellett, hogy gyakorolni is kellene. Hogyan fésülődik össze a kettő? Hát mindig mondják nekünk az edzők, hogy nagyon nagy nyomásnak vagyunk kitéve, de igazából ennek a nyomásnak köszönhetjük azt, hogy mi teljesíteni tudunk az iskolában, hiszen már nagyon régóta úgy próbáltak minket nevelni és felkészíteni minden fellépésre, hogy akkor az iskolában is mellette tudjunk teljesíteni. Tehát ha elindulunk korán reggel, akkor gyorsan kialudjuk magunkat a buszon, utána tanulunk egy kicsit, mindenki segítünk egymásnak, és ezáltal nekem például sokkal jobban megy a tanulás. Tehát én nem tudnék leülni tanulni, úgyhogy iskola után nem edzésre kéne mennem, hanem otthon vagyok egész délután, egyszerűen elfelejteném, mondhatjuk így, de tudom, hogy van egy órám edzés előtt, és akkor meg kell tanulnom, és szerintem itt sokkal könnyebben megy. És hát ugye bizonyított tény, hogy a mozgás, a sportolás az agyi működésre is kifejezetten jó hatással van. Ez gondolom azért érzékelhető itt a lányoknál. Igen, szerintem igen, jó tanulók a gyerekek, tehát nagy gondunk nincsen azzal, hogy nem tanulnak, meg így igaz, ahogy Dorina mondta, hogy megtanulják beosztani az idejüket. Sokkal később nagyon nagy hasznát veszik ennek, hogy nem tudnak ráérősen, hogy jó, elheverek, és akkor nyomkodom egy kicsit a telefon, majd később tanulok, meg ráérek, még nem, mert tudja, hogy neki nem soká indulni kell. Neki van egy órája, egy óra alatt meg kell tanulni, edzés, haza, és aztán folytatja. És ez valahogy az életükké válik, és megszokják ezt a bizonyos ritmust, meg napi rendet. És ezért könnyebb egy kicsit talán, mondom én. Térjünk rá a kampányra, konkrétan ezekre a fellépésekre. Hanyadik volt? A 27. volt most, amit. Most itt Szolnokon, a második Szolnokon kettő előadásunk volt, és ez a 27. volt, és akkor ezzel most igazából az évet le is zártuk. Így van, két előadás volt, mind a kettő teltházas volt. Igen. Mely korosztály vett részt ezen? A korosztályban leginkább az általános iskola 8., és inkább a középiskolát szoktuk megszólítani. Mindenütt ezt halljuk, hogy ez a korosztály nagyon nehezen megfogható, nagyon nehezen nehéz őket lekötni, a figyelmüket megfogni. És talán ezért is kaptuk ezt a lehetőséget, hogy próbáljuk meg, talán ez valahogy egy új dolog, talán tetszik a fiataloknak. És két évvel ezelőtt, mikor a legelső előadásunk itt meg volt Szolnokon, egy síri csendben ültek a gyerekek, középiskolások, általános iskola 8. osztályosok, és tehát nekünk ennél nagyobb visszajelzés nem kell. Hogy végigülték a műsort, azt láttuk, hogy figyelnek, nem telefont nyomkodtak, nagyon tetszett nekik a tánc, és innen, tehát a rendőrségnek is visszaigazolódott az, hogy tényleg van ebben egy lehetőség, próbáljuk meg.
És innen elindult akkor ez az egész roadshow, és így minden hónapban egy vagy két nagyvárosban mentünk el, szerepeltünk. Ez egy elég kemény szervezési folyamat, mire a helyszínt, egy megfelelő helyszín, ugye, mint ahogy most lehetettem ezt a műsort látni, nagyon, tehát helyigénye van, nem tudjuk akárhol megmutatni. Tehát ilyen színvonalon tudjuk adni, és én azt gondolom, hogy ezek a fiataloknak, ami az egyik legjobban értékelik azt, hogy mi színvonalat próbálunk nekik, tehát nagyon odafigyelünk. A gyerekek borzasztóan figyelnek a munkájukra, tehát nem csapják vágják, hanem nagyon komolyan veszik, hogy amit ők tesznek, vagy mutatnak, annak tényleg nagyon szép, jól nézzen ki, színvonal legyen, és hogy ezek a fiatalok értékelik, hogy na, ez értük van. Tehát értük, dolgozunk ennyit, értük, készítetjük a szép ruhákat, a színvonalat, a táncot, meg minden azért van, hogy őket megszólítsuk, vagy egy jó délutánt okozzunk nekik, vagyis délelőttet. Még mielőtt kibontanánk pontosan, hogy miről is szól ez a kampány, és hogyan épül föl egy-egy előadás. Az Aktuálisban a kedves nézők a műsor előtt láthatták, hogy a Szolnok TV stábja is forgatott ezen a rendezvényen, és most arra kérlek meg titeket is, meg a kedves nézőket is, hogy nézzünk meg egy bejátszást. Ennek az egész show műsornak az első nyitó előadását fogják most látni. Következzék tehát ez a bejátszás. Ez volt tehát a nyitány, ezzel kezdődött a mai show is. Hát azért számotokra nem olyan különleges dolog kívülről látni magatokat, gondolom. De. Még mindig? Ahhoz, még mindig. Hát sose volt alkalmunk megtekinteni egyben az előadást. Hmm. Mindig, hogyha nem éppen a színpadon szerepeltünk, akkor oldalról próbáltunk bebenézegetni, hogy mi történhet éppen a színpadon, de mindenki azt mondja, hogy szemből látni ezt az egészet teljesen más. Hogyan épül fel egy-egy előadás? Ugye a kedves nézők most csak egy részletet láthattak, de azt tudni kell, hogy minden egyes produkciótok között, vagy után, egy rendőr is mond olyan dolgokat, ami még jobban átadja az üzenetet, és a ti produkciótok pedig a ráerősítése mindennek. Igen, úgy van. Tehát úgy kell elképzelni ezt a műsort. Ez egy nyitány volt, amivel tulajdonképpen egy kicsit bemutatjuk, hogy mit is fognak látni a fiatalok, hogy na, figyeljetek már azért ez egy kicsit érdekes lesz, más lesz, mint megszoktatok. És a műsor az 6 üzenettáncból állt eddig, plusz a nyitóból, záróból. Ez itt a szolnoki előadáson kibővült egy 7. tánccal, tehát most már 7 üzenettánc van. Úgy kell elképzelni, hogy van egy téma, megyük az elsőt, ez a családon belüli erőszak.
eltáncolják a lányok, próbálják kifejezni mind a táncokkal, mind a mozdulatokkal, mind az arcukkal, ami erről szól. Amikor vége van a táncnak, akkor van egy műsorvezető és egy szakértő. Ők ketten egy ilyen párbeszéd formájával megerősítik azt, hogy mit láttak a gyerekek. Tehát nem csak hallanak róla, hanem látnak is, és ezt a kettőt próbálják összehozni a szakemberek. És ami a legfontosabb, hogy megpróbálják felhívni a figyelmüket, hogyha ilyennel vagy saját tapasztalatuk, vagy találkoznak, mit tegyenek, hova forduljanak, hogyan lehet ezt megelőzni, hogyan lehet ebben segítséget nyújtani, vagy esetleg segítséget kérni, ha valaki ebben benne van, és ez mondjuk csak egy példa, de ezen kívül még van ugye 6 tánc, és ugyanez a lényege, hogy mindig megbeszélik, amikor ugye, mert nekünk ugye technikai szünet az az 5 perc, hogy a gyerekek átöltözzenek és felkészülnek a következő táncra, addig viszont beszélgetés van. Nagyon komoly témákat is érint nyilvánvalóan ez az előadás, igen, ez a produkció, ez a roadshow. Ti mennyire tudjátok ezt átérezni, átvenni, mert mint már azt korábban is beszéltük, azért figyelni kell a produkcióra is. Nem olyan nehéz belegondolni magunkat ezekbe a szituációkban, hiszen olyan témákat hozunk, ami főleg a mi korosztályunkat érinti, és úgy gondolom, hogy mindig is odafigyeltünk a barátainkra, ismerőseinkre, és történtek már olyan esetek, amikor mással megtörtént, és akkor belegondolsz, hogy ez lehet, hogy veled is megtörténhet. És ezért úgy gondolom, hogy nem olyan nehéz átszellemülni ezekhez a témákhoz. Ugye mondhatjuk azt, hogy nagyjából annak a generációnak szól, amelyiket te is képviselsz, ezt a korosztályt, és valóban talán az lehet a legnagyobb elismerés, hogyha ők ezt csili csendben nézik, és a végén elgondolkodnak. Osztálytársak, ismerősök, mi a tapasztalat, mit mondanak? Elgondolkodtató mindez? Nekem 2 éve voltak először, amikor az osztályom megnézte az előadásunkat, és most eljöttek az ideire még páran, és azt mondták, hogy rengeteget fejlődtünk. Már akkor is nagyon megindította őket a téma, de most érezték azt igazán, hogy fel tudták dolgozni, tehát körülbelül 2 év telt el, mire ők azt mondták, hogy tényleg nem írtak utána egy ilyen fél óráig, és csak utána tudtak oda nyúlni a telefonhoz és elmondani, hogy őket ez mennyire megérintette, és ez rettentő jól esik, hogy tényleg észrevesszük azt, hogy elgondolkoznak azon, amit mi próbálunk nekik átadni. Ugye a korosztály, akinek szól, azt beszéltük, hogy a középiskolás korosztály, de talán el lehet rajta gondolkodni, hogy a felnőtteknek se ártana egy-egy ilyet megnézni. Igen, így van. Így van. Tehát valóban tényleg a fiatalokat próbáljuk meg közelíteni ezekkel a témákkal, de nem, így igaz, ahogy mondja. Tehát nagyon sokszor felnőttet, akár csak az ittas vezetés, ha azt az egy videónkat nézzük, nem kell messzire menni. És tényleg itt még ezek a gyerekek nem biztos, hogy vezetnek. De ha már egyszer úgy megy haza, ahogy azt mondja, amikor otthon beülnek a kocsiba, hogy apa, csatold már be az övet, akkor már tulajdonképpen nem dolgoztunk hiába. És ha valóban tényleg egy felnőtt megnézi ezt a műsort, és főleg itt ez a drámai baleset, ugye, vagy diszkó baleset, ezt többször előadtuk már felnőtt közösségben, és így, ahogy Dorina elmesélte, síri csend. Tehát annyira megdöbbentő, tényleg megérinti az embereket, és nem is olyan nehezen térnek el, hogy Úristen, mit láttunk. És ha már tényleg egy-két ember elgondolkozik, hogy tényleg ezeket csak megelőzni lehet. Tehát ha már megtörténik a baj, akkor már nem tudunk mit tenni. Csak megelőzni. Hát reméljük, hogy azért hatnak ezek a produkciók is. Hogyan álltak össze egyébként ezek a produkciók, a koreográfiák, hogyan lett ez összeegyeztetve? Ki találta ki? Közös munka volt a rendőrséggel esetleg? Igen, tehát el is mesélték itt a bemutató alatt, hogy tehát ez egy hosszú folyamat volt, tehát az egész nyarunk abból állt, hogy ilyen 2 hetente fölmentünk Pestre, és akkor az ORFK-val elkezdtünk beszélgetni, hogy hát ez a téma. De hát ugye ezt azért meg is kell csinálni, tehát én nagyon könnyen felajánlottam a témákat, ugyanígy volt ezzel a rendőrség is, hogy ez egy tök jó téma, de azért ezt meg kell csinálni, tehát ezt táncba kell ölteni, ami szerintem iszonyatosan nehéz. És én a mai napig csak csodálni tudom, és tényleg nem azért, mert az én lányom, hogy lehet ezt tényleg így kitalálni, hogy ezt tényleg táncba lehetett rakni. Tehát így van, elkezdtünk ötletelni, hogy mik azok a témák, amik a fiatalokat érinti, és mi az, amit táncban lehet
és akkor így alakult ki. Megpróbáltuk úgy most már egy folyamatába is fölrakni. Tehát kezdtük a családon belüli erőszakkal, hogyha egy gyermeket bántalmaznak otthon, akkor bekerül az iskolai közösségbe. Ott ugye a kiközösítés a következő témánk. Lehet, hogy ő lesz egy kiközösítő, mert otthon ezt látja, de lehet, hogy egy kiközösített pontosan ezért. És akkor utána most beraktuk ezt az új témát, ugye a gyerekeknek az eltűnését, hogy mi vezethet oda, hogy egy gyerek fogja magát és elmegy otthonról, vagy elindul a nagyvilágba, vagy nem úgy figyel magára és eltűnik. És akkor próbáltuk az egészet így láncba fűzni, hogy egy ilyen az egésznek is legyen egy története. És ez 2 év munkája. És ami külön megsüvegelendő az az, hogy ez egy értékteremtő produkció. Nagyon sok tehetségkutatóból kikerülnek sztárocskák, ismert emberek, és tucat lesz belőle, de amit ti tesztek le, az asztal az egy értékteremtés. És gondolom, ezt tartani is fogjátok a jövőben. 2019-ben is elindul ez a kampány? Igen, így van. Már megvannak a helyszínek, így van. 9 megyébe fogunk eddig menni. Ezek az ORFK-val leszervezett helyszínek, és még innen szoktak jönni még a külön megkeresések, hogy próbáljunk már még ide, meg mi is szeretnénk megadni a mi gyerekeinknek, hogy ők is lássák, és tényleg erre nem tudunk mit mondani, ahova tudunk, oda elmegyünk. Számodra miért fontos, nyilván mindazon túl, hogy itt a mozgás és ezek a produkciók, hogy továbbra is részt vegyél benne, és aktív tagja legyél egy ilyen fontos üzenetet hordozó csapatnak? Hát igazából, hogyha szétnézünk a világban, akkor bárhol találunk problémákat, de ezeket a problémákat táncba vinni, és úgy átadni az embereknek, hogy minél egyszerűbben, mert azt tudják könnyen felfogni, még akár a felnőttek is, hogyha minél egyszerűbben adjuk ezt az egészet elő, ez számomra hatalmas megtiszteltetés, hogy ennek része lehetek, és hogy tényleg már ennyi helyre eljutottunk, és én is ennyi városban ott lehettem, ez nagyon jó érzés. Még egy nagyjából egy hónap van ebből az évből. Tartogat még ez valamit, vagy most már jöhet a pihenés? Hát nem, felkéréseink azok már vannak, és próbálunk egyeztetni, hogy hogyan tudjuk. Budapestről is érkezett, akkor pásztorról, tehát több felkérésünk van, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk megvalósítani belőle. Kellene a lányokat hagyni pihenni, tehát ez az utolsó hónapok, ez nagyon nehéz volt, hogy az új táncokat színpadra vinni, kaptunk különféle segítséget, azért ez jó volt. De így igaz, tehát amiért szeretik, hogy millió helyre eljutunk, elviszük őket, nagyon szeretik őket. Tehát az, ahogy a felnőttek is bánnak velük a gyerekekkel, az a tisztelet, hogy tényleg ők egy olyat tesznek, ami én azt gondolom, hogy egyedülálló az országban biztos, de nem tudom, hogy esetleg a világban van-e még hasonló, de nem tudok róla. Akkor irány a világhírnév, az országos már megvan. Így van. Jó volt veletek beszélgetni, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok a következő évre, na meg persze kitartást, mert az is kell hozzá. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt a Naprakész. Ezzel a műsorral holnap ugyanebben az időben találkozhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor közreműködő partnere az Oázis Kertészet.